Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatott. Ricskeszt. A műsor az NK támogatásával készült. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Ricskeszt legújabb adásában, ahol egy túlzás nélkül illusztris vendégem van, aki nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt ül velem a stúdióban, ő nem más, mint Paksi Endre. Szervusz, és köszönöm szépen a meghívást. Figyelj, évek óta terveztem már, de valahogy sosem volt elég bátorságom hozzá, hogy meghívjalak, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak. Tudod, van az a kategória a, a műsorvezetőnek mindig, aki annyira régen követi a pályáját, és mondjuk annyira szereti, amit csinál, hogy nehéz leülni, beszélgetni, tudod, úgy van egy ilyen egészségesen nagyobb mértékű izgalom. Nekem te vagy az egyik, ilyen meg szegény Balázs volt a másik. Hát de az ott, mi már beszélgettünk egy pár szó, és ez egy persze, kiderít, hogy lehet persze. Velem. <laughs> Nem? Hála Istennek, igen. Sőt, az egyik fontos apropó, ami miatt most leültünk beszélgetni többek között, az, hogy a pályafutásod során először szólalom ezt készítettél. Így van. Mi volt ennek az apropója, hogy eddig vártál, és miért pont most láttad elérkezettnek az időt erre? Egészen őszintén megmondom, hogy olyan nagyon pontos választ nem tudok adni rá. Én inkább ö, azt vázolnám fel az elmúlt éveket, hogy hogy mi már folyamatosan a, a, a 2000-es évek második évtizedében úgy fokozatosan egy kicsit feszegettük, tágítgattuk az osztjának a határát, aminek az egyik ilyen sarkalatos lemeze volt az Igazi Szabadság, ami egyébként nem titok, hogy az már olyan volt alap ötletben, hogy na ez majd szóló lemez lesz. De de ott igazából még, még, volt egy csomó kapcsolódási pont az ossziához, meg, meg, a hangszerelésekben is beleraktunk olyan dolgokat, hogy azt mondtuk, hogy, hogy ez, 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 ez inkább Azért kaptunk érte az első körben. <laughs> Voltak azért felhördülések, de én úgy látom, vagy úgy érzem, hogy azért szépen beérett, és én, én azt nagyon szeretem azt a lemez. tudod, amikor eltelik egy bizonyos idő, hátralépsz, mert amikor benne vagy, akkor, akkor nagyon elfogult vagy, mint a, a saját gyermekével az ember, akkor az a világon a legjobb legszebb mindegy. De amikor eltelik pár év, és, és úgy hallgatsz bele a lemezekbe, hogy már úgy annyira nem is emlékszel, vagy, vagy viszonylagos újdonság érkezik érzéke van, értéke van például a kevésbé játszott daloknak, és akkor nagyon kellemesen meglepődtem, hogy igen, tényleg ez egy, ez egy, ez egy jó irány. És hát mi már tavaly-tavaly előtt elkezdtünk a Rupcsicsicsi barátommal stúdiózgatni, nagyon szerettem volna egy kicsit így házilag dolgozgatni, ezt imádom ő is. És ugye Dolgozgattunk, csináltunk, megcsináltuk a teljességleme. Ezt utána megcsináltuk ezt a tribút albumot, hogy visszaadtuk a kölcsönt, ami már gyakorlatilag a megszületéskor felmerült, hogy igen ezt vissza kéne adni, csak ez akkora baromi meló. Tehát. A, a, az adott zenekaroknak relatíve könnyebb dolgok volt, hiszen mindegyiknek egy-egy dalt kellett. Egyébként szerintem zseniálisan szinte minden, sőt minden zenekar a saját arculatára formálta, és pont ezért tetszik nekem a, az Egyek vagyunk album, hogy, hogy, hogy tényleg meghallgatod a ródalt, vagy illetve a és az már tiszta ród lett. Hopp, egy káromkodás becsúszant. Mennyit lehet még? Bármennyit. Jó, visszaszívó. Nem lehet? A rendszer már, már be, be, konvertálta, oké. Okay. Szóval a, a, lényeg, a lényeg, hogy nekünk viszont 18 eléggé különböző dalt kellett, de hát időnk az volt, mint a tenger, és kedvünk is volt hozzá, megcsináltuk. És akkor már nincs megállás, és tényleg nem tudom, hogy, hogy ez most nagyon könnyen jött ez a, ez a békesség sugárút lemez. Tehát pont talán a, a tét nélküliség, tehát, hogy itt, itt nem, nem, kellett figyelni, nem is figyeltem rá, hogy akkor most itt, ú, ez most már még belefér abba a kategóriába, és, és tényleg ezek a... De aki ismer engem, az tök, tök, látja, hogy ez, ez abszolút én vagyok. Csak, csak sokkal bátrabban, sokkal merészebben a, a, az összes régi és új hatásaim azok most gátlástanul előtörtek. És főleg, főleg ugye a, a 70-es évek az nekem nagy szívem csücske, ezek a retro hangzások, ezek az analóg dolgok, ugye a, a, az akkori angol rokvonal, amit glam hívnak, de ez, ez, egy, nem szeretem igazán ezt a, ezt a kifejezést, mert az egy nagyon zseniális, tehát a 70-től 75-ig ott óriási dolgok történtek, a, a Slade, a Sweet, a T-Rex, a Mad, hogy a, a 60-as évek rock'n'rollját, a hard rock muzsikát és a, a pop dolgokat iszonyat jól összeötvözték. Nagy vokálók, de azért ott volt a hard rockos hangzás, voltak rock'n'roll dolgok, például itt a Pólomon szereplő hölgy, a Suzy Quattro, ő például egy nagyon nagy kedvencem ebből a korszakból. És, és az a hangzás, az, 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 az mindig is elvarázsolt, és ezt egy picit megpróbáltuk visszahozni egy ilyen moder, modernebb köntösbe. De vannak ha egyetértesz, mert te hallottad már nem lemezt, vannak azért 80-as évek dallamos, rock, zenei beszüremkedések, meg hát így, így modernebb dolgok is. Nekem olyan volt a lemez, hallgatva, mint egy nagyon nagy zenei időutazás, de abban az értelemben véve, hogy teljesen egyértelműen, ugye az évek alatt sokszor mondtad a hatásaidat, ugye itt is mondtad a kedvencédet abból az időszakból, hogy ezek mind jelzésértékűen kijönnek, de azért a rád jellemző zenei világ is ott van benne, és tényleg a modern köntös tökre érezhető. Tehát, hogy, hogy van olyan dal, azt hiszem, hogy a negyedik vagy az ötödik, nem is tudom, aminek van, egy pici kis túlzás elektronikus alapja van, barom jó dallamokkal, meg tök nagy ívű refrénnel, és ott, mikor hallgattam, akkor azt látom, hogy igen, egy modern pop rock lemez, ha lehet ezt mondani, annak valahogy így kellene Szó megszólalnia, hogyha azt kicsit retrósra akarja az ember. Igen, hát ebben sok minden, a grúvok is vannak, nem sok, de de előfordul. Ilyen klasszikus hard rock dolgok, kis rackendrol zongorázás is van, például a rackendrol rádiónak igen. a refényében. Én, én arra voltam leginkább kíváncsi a lemez kapcsán, hogy ugye, ha már említetted az igazi szabadságot, hogy ugye ott, ott, igen, ott mondhatjuk azt, hogy, hogy akár az, az lehetett volna szóló ez is már hogy mondtad, hogy ez a lemez mennyire lesz osziános. És amikor hallgattam, akkor igen, teljesen egyértelmű egy-két dalban, hogy a Ricsi szólózik. Meg nyilván egyértelmű, hogy kik hogy a, vagy kik játszanak a lemezen. Viszont most érzem azt teljes mértékben, hogy, hogy ez tényleg más néven kellett kiadni. Én is úgy gondolom, ezért is történt. De de azt kell még hozzáfűznöm, hogy, hogy óriási volt, hát a ricsi mindig szeretek dolgozni, de nagyon nagy volt, hogy ebben a számára egy kicsit más közegben, hogy ezt mennyire élvezte. Tehát így mutattam neki zenéket, ugye ő, ő, ő a 80-as évektől indult, ott szocializálódott, hatalmas metalika fan a mai napig is, ő, ő, úgy kezdte, hogy, hogy megtanult az összes ilyen nyaktörő riffeket, és tényleg lefele pengetve meg hasonlók. És ugye hát, mivel neki kimaradtak ezek a dolgok, én így most mutogattam, és, és, nagyon bejött neki, és olyan óriási lelkesedéssel csinálta. Tehát nagyon sokszor volt, hogy én mondtam már, hogy te ez jó. Ne nem, ezt csináljuk meg újra. Jó volt. A, ah. Mint a szövegek is, most egy kicsit másak lennének. Ezt te hogy érzed? Szerintem nem. Pont, pontosan én a szövegekben nem, nem érzem azt, hogy annyira más lenne. Szerintem ez, ez már tart egy ideje, hogy, hogy, hogy ilyen nagyon, nagyon bensőséges, nagyon kitárulkozó dolgok is előbukkannak. És én nem félek attól, tehát, mint például a, a képbe, hogy a forgószínpad vagy akár ezen a lemez is van olyan dal, hogy én, én nyugodt szívvel tudok arról beszélni, énekelni, hogy, hogy milyen hülyeségeket csináltam az életben, és hogy, hogy, mennyire bánom. A, szerintem az utolsó előtti dal a lemez, vagy az utolsó dal a lemez, ami talán az édesanyádnak szól. Így van. Ugye én elvesztettem az édesanyámat, mikor 16 éves voltam, én nem fogom neked letagadni, hogy én ezt a dalt megkönnyeztem elsőre. Hát nagyon mélyről jött tényleg ő szegénynek, nem volt túl szép élete, ugye ez az egész 20. század eleve olyan volt, és hát ő, ő egy, egy egyszerű munkásasszony volt, és nagyon keményen dolgozta végig az életét, és erre szokták mondani, hogy mi a a tisztes szocialista szegénységben éltünk. Tehát itt, itt nem volt ugye éhezés, nem volt ugye rongyokba járás, de, de minden ilyen, ilyen alap, alapra volt véve. De, de ő, 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 mindig olyan szinten támogatott, mikor ilyen lelkesen mondtam az akkor nagyon illuzorikus vágyaimat, ilyen 18 19 hogy én, én majd ezt is persze, fiam, csinál, csinál csak. És amikor te kezdtél, ők támogattak ebben? Hát ö, apám az ugye elég hamar ö, ugye elváltak és utána ő egy másik családot alapított, és neki, neki ö, valószínűleg ez volt az igazi világa. Szerintem ő engem ilyen csalódásnak ö, értékelt. Tehát ő egy ilyen teljes mértékben két lábbal a földön járó, nagyon ö, technikai, szakember volt. Na most én elsik hülye vagyok, és nem is érdekel, megmondom őszintén, hogy mit, hogy. És, és tényleg ő egész gyerek, emlékszem, hogy, hogy zseniális dolgokat csinált, és ő valószínűleg, sőt, biztosan tudom, hogy ő azt szerette volna, hogy az ő fia is ilyen legyen és én 8 9 10 koromban már Werner regényeket olvastam, meg, meg voltak az őrült fantáziavilágaim, és hallgattam a Szabad Európát, a Cseke Lászlót, és a egy Gyuri bácsit, és jöttek a rockzenek, és ő ezt nem értette igazából, és én se értem, hogy honnan a fenéből, az egész közel és távoli famóri, familiában még csak hasonló figura sem volt. Na, mert hogy pont ezért? lehetséges. De tényleg tisztán emlékszem, hogy pedig nekem, ugye ez volt, tehát ebben nőttem, de de tényleg megint emlékszem, hogy 8-9 évesen ültem a vasárnapi ebédnél, és üvöltött a jó ebédhez szóló nóta, és én rosszul voltam. Mondjuk <hállal> 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 el tudom képzelni, meg el is hiszem. Emlékszel, hogy mi volt az első olyan zene, ami megfogott téged annó? Amit úgy igazán a magadének éreztél? Hát kezdjük egy ilyen nagyon botlás jellegű, nézzük el, mert ifjú voltam, és Bó. Oh, egy nagyon rövid ideig, nem tudom hány éves lettem, szerintem 6-7 éves, hogy, hogy Kós Jánosos voltam, de ez csak nagyon rövid ideig tartott, tehát ez a nem vagyok teljesen őrült, meg meg, meg ilyenek, meg ugye Hofival ezek a zsehelyes duettek, de lapozzunk, és, és tényleg utána jöttek ezek a, a Szabad Európa, Rádió. Ja igen, tudom, kaptam ajándékba két magyar lemezt, az egyik az az illések és pofonok volt az illészenekartól, és az omegától tízezer lépés. És nagyon tetszettek. Rengeteget hallgattam, én nagyon sok magyar zenét szerettem még a, a tizenéves kor, korszakomba, és az összes klasszikus magyar zenekar rendszeresen jártam a koncertjeikre. De aztán ugye párhuzamosan az előbb említett helyeken a, a Komjáti Gyuri bácsi, a, a Beat-kedvelőinek című műsor, ami nem volt Beat, ez minden pénteken 14 óra 45 perc a petőfi rádió, és úgy várt az ember mint a messiás, tehát tényleg a, a kazettás magnó, az új adott volt a felvételi gombom, mert ugye a rádiósában lehetett látni, hogy ő le fogja adni az új Deep Purple lemezt, vagy valamit, és tényleg tök tündér volt, és elmondott pár mondatot, és még ilyen magyar fordítású címeket is. Sose felett a queen a, a, a fekete lemeze, a Tire Mother Down, és akkor magyar cím. És következik a Közle valamivel édesanyádra című. <laughs> És akkor fölvettem, és hát tényleg ott jöttek ezek a, a jobbnál jobb zenék, és akkor kész voltam. És a, az első próbálkozásait zenei téren? Az, volt az első, én, én dobos szerettem volna, a dob az rettenetesen tetszett, főleg az említett 70-es évekbeli zenékben nagyon markánsak voltak ezek az ezek a erőteljes, tamozós, ilyen, kicsit ilyen törzsi ritmusok, ami a Suzy Quattronál is tényleg a Kent a meg a, 48, a 48 Crash, és, és, ez nekem nagyon tetszett, de, de igazából én már akkor is láttam, és mindig mondom, meg mondtam az aktuális dobosaimnak, hogy nagyon macerásati a szakmátok, tényleg mikor ott az 500 alkatrészt ott szerelgetik, meg minden. De a basszusgitár is nagyon tetszett, és akkor én vettem egy ndk Muzima gyártmányú basszusgitár, 3600 forint volt, nagyon szép fekete volt, de egyébként rettentő rossz, tehát, alig lehet, tehát oktávra nem lehetett behangolni, és már a friss húrral is olyan hangja volt, mint a szellentés. De de tetszett, és akkor ott kikísérlettesztem, a lemez bedugtam, és túlvezéreltem, és hú, fölfedeztem a torzítás örömeit, és ez tiszta, lemi voltam már akkor, és ott össze-vissza játszottam, és aztán elmentem tanulni a a Sáfár Öcsihez, aki akkoriban a Pandora's Box. Nem, nem igaz, a V73-ban volt, ez egy, ez egy, progresszív trió, hihetetlenül jól zenéltek. Ugye szegény Herpai volt a dobos, és a, Lerpisti volt a billentyűs, és az öcsi meg basszusgitázott, és ilyen Emerson Léken a, a ki, kiállítás képeit ők trióba lenyomták, tényleg a, a, a hozta a komplet nagy zenekart, tehát zseniálisak voltak, és és a, a, az öcsének nem csak technikailag köszönhetek nagyon sokat, de egy rengeteg olyan zene, amit a mai napig szeretek, a, arra ő nyitotta rá fel a szememet, tehát ezt hallgass meg, ez de jó. Minden, és, és mentem, vittem a, a szalagokat, és vettem fel minden órán a, a, a zenéket. Hoppá, bocsánat. <laughs> és, és akkor itt, és akkor mondta, hogy ez jó, meg minden, már ott pöngetgettem, hogy, hogy el kéne, tehát zenekari gyakorlat kéne, és akkor garázs, garázszenekarok, ugye, pincében, meg, meg fölhívtunk iskolákat, hogy nem -e játszhatnánk ingyen, és akkor ingyen ott játszottunk. És aztán egy ilyen apró hirdetés útján, 78-án megismerkedtem a Kukovec Gabival, az úgy volt akkor semmiféle ilyen zenész fórum, zenész újság nem volt, hanem az esti hírlap vegyes rovatában hirdettek a zenészek, tehát úgy, hogy eladó egy használt trabant, eladó egy cserépkájha, és zenekar basszusgitáros keres, így, így működt a dolog, és akkor a Gáborra, és akkor ilyen óriási átjáróház volt, emberek jöttek, mentek, csináltuk, az inkább ilyen hard rock muzsika volt, feldolgozásokat játszottunk, voltak nekünk ilyen hard -rock dalaink, azok szigorúan ilyen p mobile de utánérzések voltak, és a jótékony idő, illetve az idő jótékonyan fele, fedje ezeket a... De hát mindenki kezd valahol, és aztán elvittek minket egyszerre katonának, 80-ban, és amikor leszereltünk, akkor valahogy ugye jött ez a heavy metal új hullám, és, és akkor így ismerősök mutogattak zenekarokat, scorpion először is nagyon tetszett, és, és akkor vettem, lemez megvettem a judas a Point of Entry-t, meg a, a Médentől a killers és így hallgatgattam, és tényleg az akkor egy ilyen nagyon friss megközelítés volt nagyon-nagyon-nagyon nagyon új, nagyon jó, mert ugye a, a hard rock muzsika akkor egy kicsit, ugye a klasszikusok úgy, úgy megfáradtak, és ők ilyen friss vért hoztak, és, és nagyon érdekes volt, főleg a, a gitározás, hogy hogy a, a is, tehát a, a, régi hádrokokban csak ilyen kvintelgetések voltak, és, és ott nagyon izgalmas, tehát kvartok, meg tercek, és így néztük, ú, így is lehet, de jó. És akkor tanultuk, és hú, akkor kéne ilyet, és akkor próbálkoztunk, és ú, elkezdtünk muzsikálgatni. Én még nagyon iridlem azokat, akik valamelyik ilyen nagyobb zenei robbanásra beleszülettek, mert ma már azért nem látni ilyet. Vagy hát, ha igen, akkor azt a zenét, ami most éppen robban, annyira nem irítlen. <laughs> és ezért ez nagyon szeretem ezeket a Én sztórikot. úgy gondolom, lehet, hogy itt most nincsenek nagy robbanások, de látom, hogy, hogy, hogy izgalmas dolgok történnek a világban, és pont abban látom a továbblépést a, a rock mindenféle ágában, hogyha akik bátran mernek, bátran mernek kísérletezni, bátran uram, bocsá, vegyíteni stílusokat. Pont itt, a, mikor jöttünk, akkor beszéltünk a Five Finger Punch-ról, ami szerintem tényleg egy, egy, nagyon jó példa, hogy ott is hallom, hogy nagyon izgalmasan vegyítenek dolgokat. És, és, jó is, meg működik. És, és például nem olyan új, de én egy pár éve fedeztem fel a Muse nevű zenekart, hát ott is, tehát tényleg néha ilyen hát 80-as évek ultravoxára jellemző ilyen szinti pop dolgok, de utána akkor az úzda van, tök merészen is látod, imádják az emberek. Egyébként te követed, figyeled az újdonságokat, meg az új zenekarokat? Van neked erre igényed? Időd, kedved? Hogy is mondjam, csak ugye a neten fölföldobágat zenét, és akkor sűrűn elő szokott fordulni, hogy valamire felfigyelek, és ha valamire nagyon rákatnak, akkor én valóban utána nyomozgatok az illetőnek, és akkor akkor akár meg is veszem a dolgait, vagy ha annyira nem, hanem csak van neki egy erős best -ja, akkor azt úgy összegyűjtögetem meg. Mert hát van négy-öt zenecsatornám a tévében, és hát sok izé van benne, megint nem mondtam csúnyát, de, de, ott is beleakadok néha egészen meglepő dolgokat, dolgokba. Mondjuk azt, mi beszéltük már sokszor magunk között, hogy azért egyikünk sem feltétlenül csak a rockzenét szereti, és hogy Egyem. lehet, lehet jó dolgokat így Figyelj, találni mindenhol. Most nemrég tűnt fel, van ez a Bring Me Horizon nevű zenekar, és azok is nagyon, tehát szépen leálltak az egy és egy nagyon jó pofa dolgot csináltak, és szépen működik, és most a, a, az énekesnek van egy ilyen kis fiatal lányjal egy du duettje, most sajnos nem jut eszembe a, a lány, szerintem óriási a dal, és, és ráadásul én, én külön figyelek ilyenekre, hogy, hogy, hogy zseniális, mert három akkord végig a dal. Ugyanaz a három akkord. Ráadásul egyetlen egy orgonapon még fönt megy a zongorán, arra a három akkordra, ami megy, és ez így elméletileg így tök idegesítőnek kéne lenni, és nem az. <hül> Mert úgy megoldották, az énekdallam zseniális össze-vissza búrjázik, és a hangszerelés, hogy ettől, ettől, ettől óriási. Mert ugye ezt is beszéltük idefelé, hogy a harmónia az fontos meg a dallam. Hogy Ugye visszatérve a békesség sugár útra, nekem ott is ez a benyomásom, hogy rock, de azért nagyon fontos a dallam végig, és a harmónia nagyon fontos benne. Hát azért ott, ott, vannak furfangos dolgok, márha már ha csak a címadó dalnál maradunk, a... Szerintem az emberek többségét ez, ez, annyira nem érdekli, de, de például ott a középrészben ott nagy, nagy huncutságok vannak, mert maga a dal, az szigorúan véve ámol, vagy inkább cédúr, nevezzük cédurnak, viszont az eleje is, meg ott a közepén is, a cédúrból úgy átmegyünk egy ilyen flamenkóba, hogy, hogy ihaj, csuhaj, majd a refrénben a cédúr hirtelen átmegy cémolban, és, és ezeket nem tagadom, én ezt, ezt, a Beatlesnél hallottam először, szóval ők elkép, a késői beatles elképesztő dolgok vannak. Egyébként a címododalnak a refrén szövegén annyira jót mosolyogtam, amikor He. összehallottam, He. hogy én tudtam, hogy szereted a Szabusz Parkot. Imádom. De azt nem gondoltam, hogy, hogy kárt nem vala egyszer egy dalszágban is megjelenik nálam. Én sem. Ez nagyon, nagyon spontán jött. De, de, de nagyon jó. E, picit, ha nem bánod, akkor kérdeznék a két tavalyi lemezről. Amikor teljesen kijött tavaly, mm. akkor ugye Azért csodálkoztam, hogy ilyen gyorsan jön egy lemez a Csak a Jót után, mert hogy ugye azzal nem tudatok egyetlen koncertezni a pandémia miatt. Uh -huh. És kíváncsi voltam, hogy, hogy milyen lesz, és ezt akkor is mondtam neked, hogy nekem a teljesség lemez az egy kicsit még talán felszabadultabb is, mint a Csak a Jót meg a Reményhozó, amivel a, az Oszián, ha lehet ilyet mondani, akkor még inkább egy ilyen hardrockos irányba ment ez majd a korábban megtörtént, de hogy most valahogy úgy, úgy, úgy mégis hogy állt össze a történet. De milyennek érzed ezt a lemezt? vagy ezeket a lemezeket, akár beszéltünk a Csak a Jótról is, ha már ugye egyére. Én ezeket nagyon szeretem. Szerintem tényleg a, 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 ahogy telnek az évek, egyre inkább, tehát tényleg van bennünk egy ilyen egyfajta jó értelembe vett tét mert, mert tényleg nem tudunk mindenkinek megfelelni, meg, meg amikor tényleg a legnagyobb tisztelettel, és komolyan mondom, amikor ír valaki, vagy, vagy mond egy olyan kritikát, hogy, hogy nem, nem, ezt kéne, olyat kéne, mint, mint 86-ban, olyat kéne, mint 92-ben, ki 2002-ben, hogy hogy nem tudok. Nem tudok, és nagyon őszintén nem is akarok. Illetve tudnék. Tehát tudományosan simán össze lehetne ilyen, ilyen dolgokat, mert képbe vagyok a dolgokkal, de, de nem. Én úgy gondolom, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy ezzel a csúnya és nagyon-nagyon-nagyon elcsépelt szóval, amivel nagyon visszaélnek, de azt kell mondani, hogy tényleg muszáj őszintének lenni. Tehát akkor akár kijelenthetjük itt és most azt, hogy Oszcielem ezeken nem lesz már mondjuk gyors metáda? Ez jó kérdés, nem. Ilyet, ilyet nem mondhatok, mert, mert lehet, hogy holnap berágok valami, és oda, oda, oda teszünk egy olyat. Nem, egyáltalán nem. Ez, ez tényleg lelkiállapot, hanglott függvénye. Én most ilyen, ilyen lelkiállapotban vagyok, ilyeneket gondolok a világról. Viszont a, ha így elmegyünk egy koncertre, akkor ott azért azt tapasztaljuk szerintem, hogy a a koncertlátogatók, és direkt nem a rajongó szót használom, mert ez ugye egy, egy teljesen más kaszt, hogy a koncertlátogatók általában az új dalokat is éneklik. Tehát, hogy Ó, akkor hát így... ez maximálisan így van, sőt, azt kell mondanom, hogy az idei és nem szándékosan, hanem tényleg egyszerűen annyi dal van, főleg, hogy most a restanciáink is van bemutatásilag, hogy a régi érából, amit egyébként ugyanúgy szeretek, mert én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez, ez egyfajta kilométerkövek, és nagyon öröm, az acélszívet imádom játszani, vagy imádom énekelni, az megint más kérdés, hogy ahhoz már egy, komolyabb összekéne, hogy engem próbára lecipeljenek, hogy a próbálni De koncerten óriási, imádom. Teljesen jó, és mondom, egy csomó dal van. Csak, csak most úgy alakult a setlist, hogy annyi dal van, ugye beraktuk még ráadásul a békesség sugárutat is, hogy most a, a turné azt hiszem 5.94 előtti dal van. De, de én is úgy látom, hogy össze, összeértek a dolgok, mert mert a, a, aki látja ennek a, a, az egységességét, mert van neki egy egységessége, és így szokták tényleg visszaélezni, hogy, hogy értik. Tehát, hogy, hogy ők is voltak ebben a lelkiállapotban, mint én voltam mondjuk 86-ban, és hogy eljutottak ők is egy olyasmibe, amiben én én is tartok, vagy én, én megyek. Igen, mert azért talán, amikor valaki hangosan acsarkodva várja vissza azt, vagy akar egy acél szív kettőt, csak hogy valamilyen teljesen kézenfekvő példát mondjak. azért az nem lehet ugyanélt írni 36 év után, nem? Hát egyfelől meg, meg, ha valaki ilyen modorban kéri, akkor aztán végképpen. Szóval ez, ez, ezt úgy nem, nem pontosan értem, hogy a, akkor most itt lehordasz mindennek, de ha én csinálnék ilyet, akkor meg szeretjük egymást, ez, ez, így nem frankó. Én úgy gondolom, ha, ha valakit, valaki igazán szeret, most ne is zenei, most menjünk magánéletbe, hogy ha szeretsz valakit, akkor, akkor elfogadod úgy, ahogy van az összes kvázi számodra hibának gondolt dolgaival együtt, mert, mert van, van egy ilyen, hogy ez most éppen, de például azt is lehet csinálni, hogy, hogy a harag helyett, figyelj, nekem is vannak zenekaraim, magyar is és külföldi is, hogy, hogy volt egy bizonyos korszak, amit nagyon szerettem, az, aztán ezért, azért, amazért vannak korszakai, ami nem, kevésbé, vagy egyáltalán nem. De eszembe nem jutott, hogy bármilyen oldalra fölmenjek, és ott elkezdjem osztani az észt, hogy, hogy akkor most ez izé, hanem azt mondom, ez, ez most nem nekem készült, ez most engem nem fog meg. Attól még én örömmel előveszem a, a régebbi dolgait, hallgatom, és akkor béke, béke. De egyébként én azt is gondolom ennél, hogyha ha mondjuk jövő héten kijön a meglepetésben egy új osziállemez, nem ami fog. van... <laughs> Tényleg, ami, ami, kiírtuk ami, magunkat teljesen. Ami van öt ítéletnap, meg Igen? három rokkatonaim, meg két acélszív, akkor maga az lenne a baj, hogy mi ez a retrózás, és <laughs> hol, hol vannak a slágerek? Igen, meg, hát, hogy is mondjam neked, ha, ha tényleg folytatjuk ezt a gondolatsort, és tényleg azért csinálnám belső meggyőződés nélkül, tényleg azoknak se tetszene, akik ezt várják, mert, mert szerintem azokban a, a dalokban tényleg, sőt, tudom, hogy az, azokat én úgy gondoltam, és a, azokat én még most is úgy gondolom. Ami még nekem ilyen nagyon nagy kérdőjel bennem, hogy mennyi idő? <laughs> ezért, ezért teszem fel. A másik tavalyi lemez, ugye a most mi jövünk kapcsán, hogy az nekem nagyon szimpatikus volt annál a lemeznél, hogy a dalok nem feltétlen csak a, a slágerek és sikerkorszakokból vannak összeválogatva a zenekaroknál, hanem nekem úgy tűnik, hogy te nagyon komolyan belementél a zenekarok munkásságába a válogatásnál. Ez pontosan, pontosan, pontosan. Voltak olyan zenekarok, ahol, ahol a bőség zavarával küzdött. Ami nagyon fontos volt, ugye a mondani való, mert, mert igazából egyik zenekarra sincs semmifajta problémám, tehát de, de ezt tudomásul kell venni, hogy ezt egy más ember adja elő, és és van egy csomó olyan szófordulat, olyan gondolkozás, vagy olyan akármi, amit azt mondanám, hogy ez, ez nekem nem annyira passzolna. És aztán volt egy pár zenekar, ahol kevés, kevesebb ilyen volt, és akkor úgy, úgy belementem, de igen, jól látod, elég komoly szinten átnéztük a dolgokat, igyekeztük a leg, dalt összeszedni. Itt volt, aki segített neked a szelekcióban, vagy ezt teljes mértékben ezt titok, te csináltad? Ez tényleg titok volt, ezt, ezt ketten csináltuk a Ricsivel. Meg a kristóf tudott róla. Egyébként érdekes, hogy a, ugye az, az egyek vagyunk lemez, az neked meglepetésnek készült ott a tényleg nem sejtettél semmit? Figyelj, ha egyszer, amíg fönt van ez a felvétel, látnod kéne, hogy én ott tiszta ideges lettem, amikor a műsorvezető srác elkezdte, mit szólna hogy egy egyek vagyunk című leves? nem értettem, hogy mi a bánatot akar, és mondta, de hát van nekünk már ilyen számunk, tényleg azt hittem, hogy valami, valamit kóstolgat, vagy akár. Né néztem élőben akkor. Úgyhogy te abszolút nem tudtam, és hát ez az óriási volt tényleg. Mert ugye az mert hát mondhatjuk azt, hogy köztudott, hogy azért nem annyira kedveli a meglepetéseket. Nem, tényleg nem. <laughs> És. Szerintem, oké, voltak előtte is tributlemezek itthon, de azért azok mind úgy voltak, hogy be volt vonva az előadó, tudott róla, stb. Ilyen kaliberű, hogy teljesen meglepetés, ilyen szerintem nem volt előtte. Nagy, 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 nagy kulminátor a Kristóf, tehát tényleg ő a kalappal, nagyon komolyan. Varga Zoli is tudott, és az is tartotta a száját, pedig most stúdióztunk egy csomószor vele. Ugye a az elemezés is nagyon sokrétű volt. Ott például volt olyan, aki meglepődtél, hogy szerepel rajta? Hm. Most itt gondolkozom. Igazából nem. Nem. Én figyelj, én tök örültem, hogy ennyi, ennyi előadó megtisztelő. Ez, nekem ez megtisztelő volt, megtiszteltetés. És mondom, az annak nagyon, tehát füligért a szám, hogy hogy senki nem akart valamilyen kópiát, hanem kőkeménye. Olyan, tehát a Leander is, vagy a szegény Őrs, hát zseniálisan átformálta AVS Dollár az Lányt. Hát azt emlékszem, hogy hát én tudtam semmit nyilván, mint a senki más se. Néztem a műsort, és amikor jöttek a dalok sorba, csodálkoztam én is teljesen, hogy azt a pont ugyanezen, hogy hogy, hogy, hogy sikerült saját képére formálni, és ezért voltam kíváncsi, hogy amikor a, visszaadjátok a kölcsönt, ugye, hogy fogalmaztál, hogy ott, ott hogy fogjátok ezt megoldani, és érdekes, hogy mennyire tud osziándal lenni mondjuk egy ród, vagy akár mennyire tud osziándal lenni egy lord, vagy egy AVS ezt így nem tudom megítélni külső füllel. Ja, ezt én mondom neked, tehát, hogy ezt, ezt, ezt nekem, az én, én, szememben ugye így, így sültek el a dalok. Például a, a Bozsó valaki, a sportalsót csináltuk vele, autóztunk valahova, és akkor jelent meg a CD frissen, beraktuk, hallgattuk, és így nem is tudom, melyik darra egyeztem a Bozsó, hogy hm, ezt eredetiben nem szeretem, de így tök jó. Tehát vissza még egyszer. És akkor ugye így, 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 tök, jó, tök jól elszorakoztunk rajta. Ugye ez, 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 mindig magas lap, de ezek a feldolgozások, mert ugye mindig vannak a, a kemény rajongók, és úgy, úgy, érzik, hogy meg kell védeniük a, az adott zenekart, és akkor, akkor hú, hát ez már ez semmi az eredetihez képest. Pedig nem, ez nem ilyen szándékkal készült, és Mondom, a, a, én, én őszintén megmondom, hogy például az egyek vagyunkon, például az egyik nagyon nagy kedvencem, az a lordnak az acél szívje. Hát az egyszerűen zseniális. Soha életemben nem jutott volna eszembe, és tényleg ilyen megsüvegelendő, és akkor azt kell mondanom, hogy nem örültem, amikor ilyen kemény volna a Jánosokat neki mentek, hogy ez, mert, mert, ez nem erről szól. Hát egyébként az nem tudom, én ezt nem tudom értelmezni sosem. De hát, nem, hogy... ez tényleg ez nagyon marginális volt, tehát tényleg csak egy úgy Úgyhogy Ugye az évek alatt nem csak zeneiben foglalkoztál, hanem neked jelent meg több könyved is. És én tudom, hogy ezt a kérdést mindig felteszem neked, amikor interjúzunk, hogy mikor a várató a következő könyved? Dolgozó könyv? Igen, jelenleg? Nem. Az a stílus, amiben azok a könyvek készültek, ez a nevezzük ilyen thrillernek, vagy voltak benne később misztikus szálak, vagy Krimi is volt egy picit. Azt én nagyon szeretem azt a stílust, és akkor annyi volt abban, tehát élveztem, jó volt, mondjuk tényleg baromira kilúgozott, sokkal jobban kilúgozott, mint egy lemezkészítés. Tehát te hulla voltam minden lemez, vagy minden könyv után, de jó móka volt, de, de nem, nem, érzek benne többet, hogy, hogy, hogy ezt, többet csináljak. És más ha, Majd esetleg, de, de belekóstoltam, és tudom, hogy nagyon nagy meló egy köny könyvet csinálni és most úgy nem érzek hozzá igazán affinitást. És ugye azt is kérdeztem már egyszer, csak hogy az a szeretek mindig mindent egy helyen Kérdez tudni, nyugodtan. hogy, és a memoáradot egyszer? Hát, kéne, kéne. <laughs> Nem tudom, szerintem mindenki memoárokat írt. Bementem egy könyves egyszer, és tényleg néztem olyan, olyan, emberek, most itt nem a zenész szakmáról értem, hanem tényleg itt a való világszereplőktől kezdve a kutya füléig, mindenki ilyen, ilyen vastag, persze nem ők írták meg, hanem megírták, majd egyszer biztos. Én még optimista vagyok, hogy van annyi időm, hogy majd amikor nagyon-nagyon nyugis meg nagyon visszavonultság lesz, akkor el leszek ezzel. Ugye hát nyilván mivel a szóllemező hamarosan ezért okafogyott a kérdés, de azért kíváncsi vagyok rá, hogy ugyan két ez megjelent tavaly, de formálodik a következő? Most nagyon kiírtuk magunkat. Tényleg. Most tényleg ez az utolsó 8-10 év, az, ez, 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 keményen toltuk. Tehát nem csak lemezeket csináltunk évente, hanem ugye a pandémiáig baromi intenzíven koncerteztünk is. Most ugye kicsit óvatosan indítottuk a koncertezéseket, de, de tényleg fölszabadultunk, mert, mert látjuk, hogy, hogy nagyon na, kop, 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 hogy nagyon-nagyon jók a visszajelzések. Úgyhogy megcsináljuk még ezeket a koncerteket, tervezünk évvégén még néhány nagyobbat, többek között szombathelyen csinálunk egy évad zárót, december 28-án a sportházban. Aztán kicsit rákészülünk, terve van jövőre a székelység is, hogy oda is kimegyünk több napra, és hát jövőre intenzívebben szeretnénk koncertezni. Hát ezek a dalok még, egy csomó dal van, amit gyakorlatilag még nem is játszottunk soha, úgyhogy, úgyhogy koncertezünk, aztán majd biztos jön az ihlet, és akkor megcsináljuk. Úgy talán ti vártatok ki a legtöbbet a, a pandémia után a visszaindulással itthon. És ugye most szombaton, szeptember 3-án a barmanegrában dupla lemez bemutatom, igazából tripla végül is, bár nem tudom, hogy a, a most mi jövünk lemezről játszatok e élőben. Nem, hát itt már nagyon nagy gondban vagyunk, tehát Isten igazából én, én ezt most már annyira nem is erőltetem, ezt a lemezbemutatót, mind a két lemezről fogunk játszani, sőt mondom, a Békesés és is játszunk, de annyi, annyi dal van, tényleg ilyen kihagyhatatlanak, hogy ez inkább tényleg egy ilyen nagy visszatérés, egy ilyen nagy ün -ün -ünnep, ünnepünk családilag. Igen, ugye be is így fogalmazott nekem, hogy rossz ilyen ünnep lesz a szombat. Mm és lelkemre kötötte, hogy a szeptember 10 i koncertet is mondjuk be mindenképpen, de elfelejtettem, hogy hol lesz meg a szeptember végig meg is. nem. Na. Kun Kun -Szent Márton no, fogunk, vagy Kunszent Mártonban, ezt nem tudom, hogy kell ragozni, de Kunszentmárton Kun Márton a, a, célállomás, ott fogunk játszani. És még a békesek sugárot, azt mindenképp meg szeretném kérdezni, hogy koncerteket tervezele ezzel a lemezzel kimondottam. Ő igen igen, feltétlenül már így, így, körvonalazódik bennem, hogy ez egy 14 dalos lemez, nem, ak, nem, akarnám lesokkolni az embereket, hogy mindat, ezt nem is szokták általában, de egy ilyen 7-8 dalt erről, és van egy csomó olyan oszjándal, ami, ami gyönyörűen szervesen illeszkedik ebbe a világba, és ezek közül is vannak nagyon ritkán játszottak, tehát akár a bátrakért, elővesszük a, a ha te ott leszel velemet, többet ér mindennél, rengeteg ilyen dal van, úgyhogy egy, és valószínűleg wellington is fogunk játszani. Ez az a, a következő kérdés, csak gondolom, lehet, hogy a fejembe. Igen. Igen. Mert hogy szerintem ez a zenei világhoz abszolút illik a Wellington. Abszolút, így Igen. Van. Azoknak a lemezeknek nem akartok újra kiadást? Hát ez a, a, hungaroton kezében van, és az oszi ezekkel is nagyon nagy gondok vannak. Tehát tényleg nem, nem lehet velük, hogy nem, nem tudom igazán zöldágra vergődni. Én, én, már annak is örültem, amikor a 2000-es évek elején, már nem is emlékszem, 2003-2004 környékén, hogy pedig én nagyon jóba voltam a, 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 rejszildikóval tényleg, de, de valamiért ők, ők nem akartak mozdulni, és, és aztán nagy nehezen belementek, hogy az első négy lemez, ami annak idején ugye csak ö, lemezen és műsoros kazettán jött ki, lehet, hogy az első, ne, azok is kijöttek műsoros kazettán, hogy na végre kijön, kijöhet cd -n. És még abba is belementek, hogy a, a bukletet föl, fölújítottuk, nagy örömmel szedtünk elő régi képeket, de például abba nem volt akarandó belemenni, hogy volt egy ilyen egyenkék gerinc ezeknek. Ja, a magyar, pop magyar pop, Hát megőrültem. Tehát tényleg, ha már belementünk, kiadjuk, új lett, régi fényképek belerakod, de és ott van az a gagyi. Tehát a, a méden csinál egy gyönyörű sort, igen. tudod, ahol, ahol, kijön az eddi, fantasztikusan néz ki meg ilyen, berakom, és végen van, tudod, kék, ilyen rendőrkék, régi rendőrkék, és magyar popstori. És mondom, idáig jutottunk el, Kiadták, és ma megint nem lehet kapni, és most, most is kér, kérik, kérdezik tőlem, és azt mondom, nem tudok mit lépni, egész egyszerűen, és hogy írjatok nekik. Jó lenne, figyelj, amikor 60 éves voltam, akkor is próbálkoztunk, hogy csináljunk már -e valami dízdobozos kiadást, és nem. Nem is értem, pedig hát nekik is pénz lenne, csak hát, hát. ez van. Mert ugye azért, még ha valaki, akkor ti még azért adtok ellenezt, hál' Istennek, úgyhogy. Igen. A utóbbi időben, az utóbbi években mondjuk, vagy az elmúlt két évben a pandémia alatt találkoztál -e olyan akár könyvvel, filmmel, sorozattal, ami nagyon megfogott, és mondjuk szívesen olyan áld a nézőknek, hallgatóknak. Én hatalmas szitkom rajongó vagyok, abból egy csomót szeretek. Azért jó, mert gyakran van az ember olyan hangulatban, hogy nincs, nincs igazán lelkéreje valami Hosszabb, komolyabb filmbe belevágni. Ráadásul azt kell mondanom, aztán nem értesz velem egyet, akkor vitassuk meg, hogy nagyon nagy gondba vagyok a mostani filmgyártással. Tehát döb, döbbenetesen nem. Tehát hatalmas hittel jönnek az új, mármint én hatalmas hittel, hú, itt ez az új film, ott az ő, belemegyek, és, és tényleg én nem tudom, hogy mi történt hogy miért vannak így lebutítva, tehát tényleg a sztorik elképesztő alapra vannak véve, és akkor maxima látvány, amivel próbálnak, de ez engem már nem. Abszolút egyetértek, mert nekem az a bajom, pont a feleségemnek mondtam most hétvégén, hogy megnéztük a Top Gun 2-t, és mondtam neki, hogy abból a szempontból tetszik, hogy nem siet a film sehova. Hát meg mondták, akik látták, hogy halálprofi, tényleg Igen. iszonyatos látvány van, de én, én erre a Coca-Cola életérzésre erre nem vagyok vevő, tudod. Persze, ez csak azért a az aztán... 80-as éve is utáltam, a cuki fiúk, cuki lányok, és ez... csak, az, csak, az, az ember, aki úgy néz ki, és akinek már nem úgy áll a haja, meg nem, nem, úgy néz ki, akkor az, az már rögtön ugye MB2. Figyelj, ez csak egyetlen dolog miatt hoztam fel, mert az új, az, új filmeknél legtöbbször az a probléma, nekem hiányzik valami. Hiányzik az építkezés, a fokozatosság, a Pontosan. Rakterek. És tudod, mi az érdekes, hogy, hogy európai filmekben van, van, van erősödés, például spanyol filmekben vannak meglepően jó trillerek, és egy csomó olyan nulla költségvetésű, tehát tényleg egy lakásban játszódik, tehát gyakorlatilag egy színdarab lenne, és olyan kis körmönfon törtetek, és mondom, na tessék, nagy Hollywoodi okos tojások, sok millió dolláros büdzsével, hogy miért nem tudtok ilyet csinálni? Hát, én nagyon sok uh, skandináv filmet nézek. A skandinában a másik így van, és ami még, még a francia film is erőre kapott. Tehát vannak Igen. Vannak, vannak izmos filmek, uh, 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 ilyen akció, meg, meg zsaru filmjeik is vannak jó, meg, meg a, a humorban is van egy új, új generáció. Ott a skandinávoknál van a Dán sorozat, a Kúhogyosztály, és ott mondtam egyik ismerősömnek, hogy figyelj, ide, hát ott a harmadik részben volt először helikopter, az volt a legdrágább szerintem az egész filmben. Tehát itt annyira nincsenek speciális effektek, meg ilyenek, megoldják máshogy. És a egyik UNESCO könyvnek a fejvadászoknak a filmfeldolgozásának, a DVD kiadásán van egy dokumentumfilm, és ott mondja a rendező, hogy mi tudod, mennyi pénzből gazdálkodunk? Amennyiből Spielbergek egy nap reggeliznek. Persze. Azt hiszem a Family Guy-ban van egy ilyen, tudod, ott mindig az van, hogy hogy van a story és akkor egy teljesen oda nem illő bejátszás, hogy ez olyan, mint a, és akkor jön valami, és akkor megfrociznak valakit, és pont az ilyen az olcsó filmeket, hogy és ez olyan, mint amikor ilyen olcsó akciófilm, következő bejátszás, hogy valami ismertebb, de már lefutott akciószín, ezt nem mondom a nevét, mindegy, és akkor mondja neki a másik szereplő, hogy akkor most megyünk a szuper főhadiszállásra. Hívjam a szuper helikoptert? Á, nem, menjünk inkább gyalog. <gül> <Tudod>? <gül> és az érdekes, hogy mégis jobban működnek ezek a filmek. És így megnézem, és sokszor azt mondtam ezt az elmúlt években, hogy a választani kell, hogy Blockbuster vagy valami olyan film, hogy tudom, hogy le fogja rágni az életemet, de inkább a ahhoz nyúlok, mert ott valahogy, nem tudom, a lelke, vagy nem tudom, így van. hogy hogy mondjam, és így. így van. Voltak, akik fejtegették, hogy az lehet a probléma például az amerikai filmgyártással, hogy az összes tehetségeset elszipkázták a sorozatok. Mert most a sorozatok Igen. nagyon mennek, és a tehetséges forgatókönyvírókat rendezőket, stb, stb. stb. azt mind elszipkázták, és, és ilyen borzadályos filmek születnek tényleg. Nem is emlékszem úgy, hogy mi volt, de most így eszembe jutott az olyan film, ami úgy utoljára igazán 100 megfogott, és mondjuk a top 5 kedvencem közé is be tudott kerülni, nekem az a Hostiles című ellenségek című film volt uh -huh. egy Christian Bale westwood film a szegregációs háborúk alatt játszódik uh -huh. Amerikában, uh -huh. nagyon nagyon um, fekete öves, tehát tényleg lélekrágó, de azon túl voltak jó filmek, nyilván meg voltak, amik tetszettek, de olyan, ami úgy igazán megmaradt bennem, nem is nagyon tudom, hogy volt-e ilyenkor például visszaások. Tehát én például imádom a 60-as, 70-es évek olasz veszternyét, és ugye ott is vannak ilyen ismeretlen gyöngyszemek, tehát ugye tudjuk a nagy klasszikusokat, Igen. de ha nagyon utána néz, most is egy Klaus Kinski 68-ból, és tök jó, tudod, az olasz Western azt imádom, hogy ott, ott, nincs, nincs viccelődés, nincs szerelmi szál meg élek, hanem mindenki borostás, koszos, zabája a babot, és halomra lövik egy. Ez egy, egyik kedvenc Western, és Klaus Kinski is a halácsöngy. Az, az, nagyon rendben van, így van. Így van, így van. Alap. Az, az nekem olyan volt, hogy amikor a Gyula barátom megmutatta, hogy nem akartam én, hogy egy ilyen létezik. Még egy egyetlen egy dolog, amire én nagyon kíváncsi vagyok. Amikor te magadtól leülsz otthon zenét hallgatni, mi az első, amit leveszel a polcról? Van-e van -e, van -e van -e olyan klasszikus, ami bárhol, bármikor, bármilyen hangulatban jöhet? Most speciál nincs, hát iszonyatos gyűjteményem van, hála Istennek, tényleg. Gyakorlatilag szerintem már három szoba van tele polcokkal, és mindenféle zene, ilyen, randomszerűen, tényleg úgy, úgy elbambulok, meg úgy megyek, és, és, de a, a, a régi kedvenceimet azt nagyon sűrűn, és aminek nagyon örülök, ha már a filmeknél tartunk, hogy hogy a régi filmjeim, amiket én nagyon szerettem, annak a 95%-a az már nekem nem jön be. Tehát a, a, amiket imádtam a, a 70-es, 80-as években, azok már lassúak nekem, meg idejét múltak, viszont érdekes módon az zenék, amiket a, azok megmaradtak. Hm. Másképp hallgatom már őket, fogjuk rá, hogy szakmai fülletet, mert kihallok egy csomójat, amit akkoriban nem hallottam, de, 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 még mindig hatnak a lelkemre, lehet, hogy ebben van nosztalgia, is biztos, de, de lehetséges, hogy azért, mert szerintem időt, időt álló muzsikák. Szerintem az nagyon jó végszó. Endre, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm. És a következő szólom eznél legkésőbb folytatjuk. Mit szólsz hozzá? Benne vagyok maximálisan. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, illetve megnéztetek minket. Szombaton barban Trek, ne felejts el senki, Osszien ünnep, és hallgassatok minket a jövő héten is. Sziasztok!